Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, hát ugye tudjátok, hogy mi a mesekönyvek nagy szeretői vagyunk, és hoztam én már 3 perces meséket, horror meséket, kakilni megtanító mesét, ami ugye arról szólt, hogy hogyan kakíjunk, illetve a kutya, aki utána járt, vagy a darázs, vagy a pók, vagy mi volt az, aki utána járt, hogy kitojt a fejére, 3 perces kaki mese gyerekeknek, a vakon, aki tudni akarta, hogy kitojta le a fejét, és hát újabb mese gyerekeknek, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, mert érdekes a dolog, egy Jeffrey A. Mize nevezetű emberke azt gondolta, hogy szeretné a gyerekekhez közelebb hozni azt, hogy fogadják el, hogy a mai világban igenis már szembe jöhet velük egy meleg pár, egy leszbikus pár, hogy láthatnak olyat, hogy két férfi fogja egymás kezét, hogy két nő csókolózik a parkban, és ezért írt egy mesekönyvet nekik, aminek a címe, nem is tudom egészen pontosan, A herceg és a barátja, vagy mi a címe? Jóképű herceg. A herceg és a herceg. A herceg? A herceg nem. És a herceg. A herceg és a kincs. A hercig herceg. A herceg és a kincs, megtaláltam. A herceg és a kincs, ez a cím. Az, hogy mi a kincs, azt nem tudjuk, mert nem olvastam el, csak a mese történetét, de hogy a herceg talál valamit, vagy rájön útközben, hogy kincset talált, erről szól a mese. A cím alapja még nem gyanakszol. A cím alapja hát még nem. Tehát az alapján simán tenném otthon a kosárba. Már nem otthon, hanem a könyvesboltban, hogyha gyereknek kellene. De. Az író egyébként egyetemi professzor, aki saját maga szerint is meleg, és a Hír 24 csinált vele egy interjút, amiben az író kifejti, hogy gyerekkorában mennyire hiányolta az ilyen meséket, mert már nagyon kicsi korában rájött, hogy ő sosem fog egy hercegnőt feleségül venni, de hogy mégsem találkozott olyan mesével, ahol egyébként herceg veszel herceget. Mi a sztori? Tehát az író meleg akkor? Az író meleg. Aha, így van. Jó. És saját maga által is bevallotta. Tehát igen. Nem csak mások állítják. Nem, ő elmondta, hogy meleg, igen. Ellenállt a hercegnőt, elrabolja egy bosszorkányszerű öreg nő. Eddig olvasod a gyereknek, és azt gondolod, hogy milyen jó mese, a gyerek találkozik a boszorkánnyal. Két herceg, egy vitéz és egy könyvmoly elindulnak, hogy kiszabadítsák Ellenát a hercegnőt. Egy vitéz és egy könyvmoly, nyilván a másik herceg sokat olvas. Ekközben rájönnek, hogy egymást szeretik. Aha! És ott hagyják a francba Ellenát. De sajnos egyetlen lovat találnak az istállóban, úgyhogy ezen indulnak. Rájönnek, hogy egymást szeretik, és a földkerekség legnagyobb kincsének titulálják ezt, hogy ők egymást szeretik, és nem a hercegnő keze már a földkerekség legnagyobb kincse, és a fele királyság, hanem az, hogy ők rájönnek arra, és ezért a herceg is a kincs, hogy a legnagyobb kincs, hogy ez a két ember egymást szereti, kiderül, hogy minden főszereplő homoszexuális, és a hercegnő egyébként leszbikus. Ja. Tehát hiába is mentek volna. Van megmenteni, tök fölösleges lett volna, tehát jól érzi magát a boszorkánnyal. Jól érzi magát a gonosz boszorkánnyal, aki lehet, hogy nem is annyira gonosz. Rufus király pedig a legtoleránsabb uralkodó, akit nem zavar, hogy a lánya leszbikus, nem zavarja, hogy két helyes meleg pár jön, mert vagy egy meleg király pár. Rufus király nem identitását nem tudjuk. De a dolog érdekes, és a sztori, amit te vidáman olvashatsz a gyerekednek egyébként, mert melegül is magyarul is megjelent, templomi esküvővel zárul, ahol a két herceget egy pap összeadja. Uh-huh. Na, itt, a háttérben az elérzékenyült családtagok. Na, hát szülőként vitassuk akkor ezt meg. Ki ellenzi, kinek tetszik, mit gondolunk erről? Akarsz ilyet olvasni a gyerekednek? Jó az, hogy ilyet olvasol? Félig meddig humorizálunk, aztán felhívunk majd valakit, őt már komolyabban. Vekerdi Tamást is megkérdezzük, hogy neki mi a véleménye erről, mégis egy gyermekpszichológus, és hát megkérdezzük majd, hogy jó-e az, hogy ilyet olvasunk. Egyáltalán ő, mint gyerekpszichológus, mit gondol erről, de előtte kicsit humorizáljunk, vagy félig komolyan. Hát ki mit gondol? Én ugyanúgy vagyok ezzel, mint a Cookie Nuni dallal, talán emlékeztek még rá, én azt is megmutattam a srácoknak, én simán elolvasnám ezt a dolgot, mert pontosan azt gondolom, hogyha nem beszélünk róla, bedugjuk a homokba a fejünket, attól nem leszünk jobbak, vagy hogyha látsz egy párt, egy homoszexuális párt az utcán, és akkor az van, hogy a gyereknek megpróbálod, hogy nézd, nyalóka, gyere, vegyünk, nehogy megkérdezze, hogy a bácsi meg a bácsi miért fogja egymásnak a kezét, akkor szerintem ez egy tök jó irányvonal ebben, hogy mesén keresztül mutatod be a történetet. Szóval én nem találok benne egyébként semmi kivetni valót, az elérzékenyült családtagok a háttérben, az nyilván érdekes dolog ez a lefestése az ügynek. Én azt mondom, hogy szerintem teljesen nyugodtan lehet ilyen mesét olvasni a gyereknek. Előbb-utóbb úgy is meg fogja kérdezni, nem? Mi mondjuk elég liberális szellemiségben neveljük otthon a virágot, egyébként is szombaton vettük meg a Csipke Józsikát és a Királyfi és a Hét Törpét, úgyhogy nálunk... Csipke Józsika!
Nekünk ezzel nincsen különösebb probléma. Jó, ketté kell választani a dolgot. Nem szabad belekeverni azt, hogy az ember szereti, vagy nem szereti a melegeket. Tehát, hogy tényleg nem szabad összekeverni. Az ugye nagyon sok homofób ember él még mindig Magyarországon, ami szörnyű egyébként, tehát kimutathatóan egyébként a melegek elfogadása Magyarországon, a szörnyű statisztikákra jutunk. Itt most mi látom már az SMS falon, hogy a pokol tüzén égünk el mi is idézőlesen, és rohadjunk meg, hogy aha, ezzel foglalkozunk, és egyébként minden meleggel mit csinálna a hallgató. Tehát ezt nagyon külön kell választani. És szerintem, ha valaki erre nemet mond, azt is szögezzük le, mert én szerintem például nem kell ilyet olvasni a gyereknek. De mindjárt elmondom azt is, hogy miért. De nem azért, mert én vagy az, aki ezt a mesekönyvet elutasítja, az homofób lenne. Nekem nagyon sok meleg ismerősöm van, nagyon sok meleg barátom van, olyan közegben dolgozom. A média lehet tudni azért, hogy ott is nagyon sok meleg van, soha semmilyen rossz tapasztalatom nem volt velük. Kedvelem őket, nyitottak. Nekem nincs bajom a melegekkel. Sőt, de azt gondolom, hogy nem feltétlen kell szerintem a gyereknek ilyet olvasni. Tehát, hogy annyi minden van, amiről a gyereknek olvas, tehát hogy néz ez ki? Te olvasol erről a gyereknek, ő ezt beépíti, és majd, ha látja, hogy két meleg, leszbikus lány csokolózik a Margit-szigeten, akkor azt mondja, ja, apa olvasott nekem erről, ez tök természetes? Igen, igen, én pontosan ezt gondolom, tehát a mesében, ugye, mint hogy egy csomó dolgot megtanulsz a meséből, mi a jó, mi a rossz, merre felé kell menni, hogy kell csinálni az életedet, úgy az életed egy ilyen részével találkozik ebben a mesében, és azt mondja 2, 3, 4, 5 évesen, hogy ő ezt elfogadja, hogy a két királyfi rájön, hogy nem a lányt kell megmenteni, hiszen ott állnak egymás mellett, mint két kőszikla fogva egymás nem... kezét, érted? Akkor már, ha azt látja, azt mondja, hogy ja, persze, hát ilyen mesét is olvastunk. De én szerintem ez sokkal árnyaltabb, hogy a gyerek... Nem is az, hogy ráér, de hogy a gyerek szerinted attól lesz elfogadóbb, hogy anyutól hallotta, hogy van a jó csipke Hózsika, vagy csipke Józsika, csipke Józsika, vagy a hótehénke és a hét törpe, és hótehénke egy fiú. Egy pásztor fiú, és találkozik a hét Hóbika. Törpe. Hóbika és a hét törpe. És a hét törpe kedveskedik hótehénkének a meleg pásztor fiúnak. Én most ott van a rendíthetetlen ólom katona sztori, érted? Hát abban is miért nem lehet, hogy az egyik katonatársába szeret bele. Ott, mert aha, ott ugye a táncos nő, a papírmasé táncos. Aki ebben az esetben egy táncos lenne. Vagy egy táncos, így van. Hát most miért ne lehetne? Egy férfi balett táncos. Szerintem segíten. Szerintem segíthet az, ha a gyereknek olvasol arról, hogy mit jelent a szegénység. A gyereknek segíthet az, ha olvasol arról, hogy milyen az, amikor van mondjuk egy beteg gyerek valahol, és akkor ő azt elfogadja jobban az óvodában. De én már nem hiszek, hogy te gyereknek elolvasod a Herceg kicsi kincse című filmet, és ettől elfogadóbb lesz. Tehát az elfogadás az nem ott van, ami a szülőben van. Tehát, hogy te nem nem a mesével, hanem sokkal közvetlenebb formában a viselkedéseddel, a melegpár észrevételével és annak megmagyarázásával, a reakcióddal tanítod valamire a gyereket. Tehát, hogyha te elolvasod ezt a mesét a gyereknek, de utána valahogy mégsem érzi rajtad, hogy ez természetes reakció lenne, akkor a gyerek leveszi, hogy hazugképet közölsz, nem? Nem fogod elolvasni neki, ha te magad nem fogadod el. Érted? Tehát aki homofób, aki ellene megy ennek a dolognak, nem is fogja elolvasni. Tehát valószínűleg az a szülő fogja ezt elolvasni, aki maga elfogadó, azt mondja, hogy ez van természetes jelenség, fogadd el. Én neked nem kell így élni, de ha látsz egy ilyet, nagyon elfogadó és toleráns típus vagyok, de én például nem venném meg ezt a könyvet. És megmondom, miért. Azért, mert én nem akarok a gyereknek ismeretterjesztő céllal vásárolni mesekönyveket. Uh-huh. Nálunk vannak bizonyos normák, amiket a gyerek elsajátít, úgyis, hogy ugye látja, hogy mi milyen formában élünk, mi ugye nyilvánvalóan egy hetero pár vagyunk számára, ez a természetesen egy mesekönyvet azért veszek meg neki, hogy szórakoztasson, nem pedig azért, hogy felvilágosítsa. De hát abból modelleket, viselkedést, elfogadást, történeteket, szellemiséget. Na és milyen helyzet az erőszakkal? Vagy pedig a mostanában nagyon divatos, modern, mai mesékben a csúnya szavakkal. Én annak egyetlen nem örülök például. Tök érdekes egyébként, amikor valaki azt írja, hogy ezt nem tudja elfogadni, de a mesékben túlburjánzó erőszakot. Mm-hmm. Hát igen. Persze, az is van benne. Szóval igen. Én ismeretterjesztő céllal nem vennék egy ilyet, mert a gyereknek úgyis lesznek kérdései. Betüremkedik az ő kis életébe a tévéműsorokon keresztül, a rádióműsorokon keresztül, innen, onnan, amonnan, iskolából. Úgyis ez a téma felteszi majd a kérdéseit, a korának megfelelő kérdéseket, és akkor én azokra válaszolni fogok. De ezért nem veszek meg egy meleg mesét. Sok szülő azt kérdezi, hogy te tereled ezzel arra a gyereket, aki mondjuk fél attól, hogy a gyereke meleg lesz, bár hát ugye a szülői szeretet elvileg feltétel nélküli, tehát neked ettől nem szabad félni, vagy ha félsz is tőle, akkor ugyanúgy el kell fogadni. Tehát tereled erre, és felhívod valamire a figyelmét, aha, amiről a gyerek egyébként eddig nem is tudott, és azt mondja, ilyen is van. Bemegy az oviba, bemegy az iskolába, vagy az genetika, vagy az otthon látja, vagy elfogadtatod vele. Szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy megkérdezzük a Vekerdit, hogy ezzel kvázi kiemelem, és felhívom a gyerek figyelmét arra, hogy ilyen is lehet, vagy azért ahhoz több kell, hogy mondjuk később a gyerek
Nyilván nem minden nap ezt a mesét olvasod a gyereknek, de szerintem, ha egyszer ezt elolvasod, és van három kérdése a gyereknek, akkor talán az elfogadásban egy kicsit közelebb vagy. Hát akkor ne olvassunk neki Piroska és a farkas se, ezzel már megint visszatérhetünk ugye a régi témára, hogy a régi mesékben is fölvágja a hasát, kiveszi belőle a családot, összevarja, követ varsz egy állat hasára, bevarod és beledobod a tóba. A gyereket, az nagyon sok szorongást old az ilyen típusú mese. Azt már nagyon sokszor lekutatták, hogy az, hogy a gonosz elnyeri méltó büntetését, hogy Jancsi és Juliskába boszorkány meghal, az gyerekben nem úgy szorongás kell, szorongást old. Tehát hogy mi kurán. Felnőttként ezt túldimenzionáljuk, úgyis a gyerek mennyire fél neki, ez pont az, hogy a gonosz elnyeri a méltó büntetését, tehát kvázi nem kell félni. Tehát, hogy ettől szerintem nem kell tartani. Nekünk egy régi mesékre nyúkolt, és az utolsó oldal ki volt belőle szakadva. Nálunk csak odaig volt, hogy megette a nagymamát. És csak most nem volt fel oda az esély. De nálatok a meseolvasás úgy nézett ki. Apa, ne hozz le a villany! Apa, Jani vagyok, olvas nekem, és így megette a nagymamát. Köszönöm, apa! Most már lekapcsolhatod. Megyünk a hétvégén a nagymamához. Lekapcsolhatod. Na, kérdezzük meg valakit, aki sokkal jobban ért, ha ehhez, ha hallgatóinknak van kérdése, küldjetek el nekünk nyugodtan, hogy jó-e ilyet olvasni, nem jó, megkérdezzük Vekerdi Tamást, aki már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Doktor úr, látta ezt a könyvet? Olvasta esetleg, kezébe került nem. Már, vagy hallott róla? Nem láttam, nem olvastam, hallottam róla, olvastam róla. Hallott róla, olvasott róla. Na, kíváncsiak vagyunk, itt laikusként megpróbáltuk megfejteni. A Feri azt mondja, hogy olvashat ilyet az ember a gyereknek, ettől a gyerek elfogadóbb lesz. Én azt mondom, hogy sokféleképpen lehet a gyereket elfogadásra tanítani. Nem feltétlen kell mondjuk 6 évesen leszbikus meleg párokról olvasni a gyereknek, de nem azért, mert az ember homofób, hanem mert azt gondolja, hogy talán nem ezen modell által lehet ezt jól átadni. Mit gondol, doktor úr, hogy mi a jó, vagy kell-e ilyet olvasni a gyereknek, mondjuk 5-6 évesen leszbikus meleg párokról, mese formájában? Hát két dologról van szó. Egyrészt a mese jó esetben művészet. Cselekményekről mesélünk, mióta az ember mesél egymásnak, emberekről, istenekről, állatokról, tábortűz körül, regényformában, stb. Mesélni jó. Na most, mivel a mese művészet, ezért nem lehet neki direkt célkitűzése ideológiákra, felfogásmódokra és egyebekre, hogy úgy mondjam, nevelni. Ez magától van benne, ha ilyet kitűz, ilyen direkt nevelést, akkor már problematikus, bármilyen irányban. Goethének van egy mondása, valahogy úgy szól, hogy man merkt die Absicht und wird verstimmt, vagyis az ember észreveszi a szándékot és lehangolódik. Na most ezt, tehát én úgy gondolom, hangsúlyozva, hogy nem olvastam a mesét, hogy ilyen mesékre, vagy bármilyen olyan, akár erkölcs nemesítő mesére, aminek tanulsága van, és levonjuk a végén a tanulságot, semmi szükség nincs. Az igazán jó mese a maga rohanó cselekményében hordozza a tanulságot, a legkisebb királyfi, akinek a mentéje is rongyos, csak egy gebe jut neki, hogy a bátyai után menjen vele, persze erről kiderül majd, hogy táltos. Tehát ez a legkisebb királyfi bemegy a bozótba, és kihúzza a medve talpából a tüskét, és majd a medve is segít rajta, de nagyon nagy hiba volna azt mondani, hogy segíts másokon, hogy rajtad is segítsenek. Ez, hogy úgy mondjam, szintiszta önzésre nevelne, azért segíts, hogy majd rajtad is segítsen, nem kell levonni ilyen tanulságokat. A jó mese, a jó művészet magában hordja a tanulságát, tehát irányított művészet nincs, vagy ami van, az rossz. De doktor úr, nem is tanul belőle a gyerek, elnézést, hogy a szavába vágok. Tehát ön azt mondja, hogy nem kell tanítani a mesének, de nem tanul a gyerek. Vagy fordíthatunk egyet rajta, hogy azt mondjuk erre a mesekönyvre, hogy nem is kell ilyet olvasni. Tehát ha egyszer az ember elolvassa... Nem kell olvasni, és akkor ide tartozik a másik fele annak, amit mondani akarok. Nem ilyet nem kell olvasni,
Semmi olyan mesét nem kell olvasni, ami valamire tanítani akar. A mese gyönyörködtet. Na jó, de a jó, a rossz fogalmát, a elnyeri a méltó büntetést. Hát azért azt mondják, hogy ezt a, nem, az érzelmi nem, intelligencia... Nem, magától van benne. A mesében. Magától van benne, mint a nagy művekben általában. Tehát a háború és békében is magától van benne. Nem attól, mert erről akar ideológikusan kioktatni minket Tolstoj. Tehát ez egy nagyon fontos különbség. Na, de még egyet itt nem lehet szó nélkül hagyni, különösen a mai magyar homofób társadalomban, hogy tudomásul kell vennünk, hogy valamennyien kétneműek vagyunk már testileg is. Bennünk van a másik nem hormonja is, kisebb mennyiségben. Ezért az öreg néniknél, mikor csökken a saját hormontermelés, esetleg szakál ütközik ki. Jó, doktor, mert... picit már elkanyarodtunk, bocsánat, nekem muszáj közbevágnom, mert már picit elmentünk. Hogy, igen, hogy mondjuk 5-6 éves, 8 éves a gyerek lát mondjuk egy leszbikus párt csókolozni. Mi a jó szülői magatartás? Nyilván nagyon sok szülő ilyenkor kétségbe esik, nem tudja, hömmög, eltereli, zavarban van, holott mondjuk nem azért, mert homofób, hanem mert nem tudja egyszerűen a helyzetet kezelni. Hogy azt fogadtatom el a gyerekkel? Igen? Ezek a nénik egymást szeretik, ez a válasz. A gyereknek mindig igazat kell mondani, de rendkívül egyszerű formában. Ennyi. Tehát a gyerek megérzi, hogy a szülő önazonos és nincs zavarban, és akkor természetesen veszi a hümmök, ha eltereli, ha rosszat mond, ha hazudik, még ha észesen veszi, azt a gyerek leveszi, és zavar lesz benne tulajdonképpen. Pontosan. Így lehet lefordítani, nem? Így van, ez így van. Tehát mindig a legőszintébbet, a legegyszerűbbet kell mondani a gyereknek, mert sok szülő tényleg félrettől, hogyha a gyerek kérdezi, hogy két bácsi, két néni, hát mondhatjuk lassan a klasszikus modell már a legkisebb számban felelhető családmodell. Elvált szülők, egy apuka, egy anyuka, három gyerek, féltestvér, ma már a klasszikus apa-anya gyerek szinte a legkevésbé felelhető mondjuk egy óvodában, mint családmodell. Sajnos vagy nem, hát ezt mindenki döntse. De mégsem készítenek olyan meséket, amik arról szólnak, hogy volt egy királyfi, aki elvált szülők gyereke volt. Pedig az milyen hasznos lenne. Tehát a szülői természetességet mondja a doktor úr, hogy ez a legfontosabb. Most ez egy másik dolog, hogyha olyan könyvek vannak, amelyek a való életet ábrázolják, abban az értelemben nem tendenciózusan, hogy tanuld meg, hogy az elvált szülők gyereke így meg úgy, hanem egyszerűen leírnak egy családot, amelyben elvált szülők vannak. Ez az biztos, hogy segít, nem csak a gyereknek, a felnőttnek is segít abban, hogy saját élethelyzetét jobban megértse, jobban elmélyedjen benne. Tehát semmi kifogásom az ellen, hogy ilyen dolgok ábrázoltassanak. Én csak azt mondom, hogy a nevelő, tanító szándék az fölösleges. A gyerek majd megtanulja. A szülői igen. Természetesség sokkal fontosabb. Doktor úr, hasznos volt, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, örülünk, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Lekedi Tamás gyerekpszichológussal beszélgettünk. Na, akkor mégse olvassuk. Jó, hazamegyek, összetépem a piros tűszoknyámat. Nem. Olvas, nincs ez a baj. Mert én azt gondolom, hogy nyitott vagy, pont, igen, jó, pont azzal persze. Üzened azt, hogy ez elfogadott. Köszönöm szépen az SMS-eket. De nem, figyelj, nem, a homofób hallgatókkal nem kell foglalkozni. Igen, tehát hogyha arról szólt volna, hogy két királylány szeret egymásba, és nincs benne meleg fiú, akkor biztos többen. Figyelj, ilyen téren a férfiak a legálszentebbek. A legeslegálszentebb a férfi társadalom. A baromi homofób, ugyanakkor a két nő csóklózik, ez milyen gyönyörű. Ugye? De azért melegeket viszont meg kell ölni. Tehát akkor a barmok egyébként, de tényleg. Tehát hogy szörnyű, hogy még mindig ez a gondolkodás. Hát sajnos ezzel nem nagyon tudunk egyébként mit csinálni. Én nem fogok neki ilyet olvasni, de semmi bajom, máshogy fogom ezt én a dolgot. Én mondjuk szakás nőkről sem fogok neki olvasni. Tessék? Amit ugye felvetettem. Szakás nőket. Na, viszont egy vidámabb vizekre evezzünk, nézzünk meg klasszikus magyar meséket, hogy lehetne akkor átformálni, jó? Segítsünk Ferinek, aki minden este ilyet szeretne olvasni a gyerekének, hogy klasszikus meséket nézzétek meg, hogy lehetne befejezni, mi lenne a címe, mi lenne a történet vége, és hogy lehetne nagy klasszikus mesékből olyan példaértékű, a homofóbiát elutasító, illetve a melegséget és a leszbikusságot megismertető meséket gyártani, hogy Ferinek a következő 365 napra legyen mit olvasni. Forró fürdőt, forró mesék. Tehát milyen meséket tudnátok átalakítani, nagy klasszikus meséket tessék átdolgozni nekünk, úgy, hogy ne a hagyományos vége legyen. Toy Story helyett Gay Story. Például, várunk, jó? A kedvencünk. SMS-eket, klasszikus mesék átalakítva. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:49 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sebestyén Balázs vagyok. Én Vadon Jani. Hello, azért, én meg nézem őket. Azért készítjük ezt a műsort. Mert szeretünk igaz témákat, igaz gondolatokat igazi műsorvezetőktől adni. Mert a közös műsorkészítés szerintünk az összetartozásról, a barátságról és a szerelemről is kell, hogy szóljon. Fussatok bele a lemenő napban. Mi ez a meleg reklám, Feri? Direkt gyerekek, én témához. Témához készültem. Sziasztok. Hello. Itt forró a leves. Állatok forró a leves, nem? Kell csinálni. Kedves lány. Majd ma újra csinálom, jó? De jó, mert állatok forró a leves. Mi mindenkit várunk, látod? Mi nyitottak vagyunk, pap. Ennyi. Mi nyitottak. Nagyon szeretjük a reklámonat. Na, arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor alternatív befejezést adunk egy olyan mesének, ami ugye nem meleg mese, mert hogy meleg mese olvasható már az interneten. A Herceg és a Kincs, ezt egyébként egy Jeffrey A. Mice nevezetű menedzsment és szervezés elmélet oktató egyetemi professzor írta, aki azt mondta, hogy elég a hetero mesékből, tessék meleg meséket írni, és a herceg, két herceg elindul, és végül nem a királynőt szabadítják ki, hanem rájönnek, hogy egymást szeretik. Összeházasodnak, és ez ma már bárki által letölthető, olvasható a gyereknek, ha valaki úgy gondolja. De srácok, azért mondjuk egy picit ott megvicsoklik ez a mese, hogy hát valójában oké, összejönnek mindenek, aki szabadítanak már a szerencsétlet. De nem, mert fél úton megoldolják magukat, hogy... Nem olvastad még a mesét, lehet, hogy kiszabadítják. Nem hagyják ott. Lehet. Igen. Nyissák ki. És arra azt kértük hallgatóinktól, hogy ha már meleg mese olvasható, akkor címezzék át, vagy nevezzék át a nagy klasszikus magyar meséket úgy, hogy az más típusú befejezés, más értelmet nyer, és más lesz a vége, adjanak neki más címet. Nyilván van egy-kettő, ami beolvashatatlan, de nagyon szellemesek jönnek. Hogy csinálnánk rendes, hétköznapi magyar híres hetero mesékből meleg meséket? Ha már ugye meleg meséket lehet olvasni az interneten. Hát a Jancsi és Józsika az ugye teljesen abszolút nagy klasszikus. Feri, olvass el otthon a Rudas Matyit, aki háromszor paskolja el Döbrögit. De ez nem úgy van. De nem büntetésből. Igen. De nem büntetésből. De semmiképpen ne hagyjátok el a hamupopókát sem. Igen, Balázs, tudtam, hogy velünk vagy, üdv a körzeti vízorral leolvasó. Ennyi. Na, nézzük az SMS-eket még, mik jönnek. Noszti fiú esete a Tóth Ferivel. Szeret. Egy nagy magyar klasszikus. Igen, nagyon szeretjük a Csipke popsikát is. Alternatív befejezés. Aztán, ugye nagy klasszikus, kicsit átformálva, Tom és Johnny. Vannak durvábbak, Alibaba és a 40 Fallos történetét olvasnám el. Nyilas Misi makkot kapott. Ez is alternatív befejezés. És ami nagyon jó, a meleg lófia. Feri, lenne, ezeket mind viheted haza, és olvashatod. Mind megvan? Persze. Igen. Marcsi és Juliska. Nagyon szellemes, Gábor küldte nekünk, vagy pedig Ancsi és Juliska kalandjai. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, hát ezek a nagy klasszikusok átdolgozva egyébként. Sokan egyetértenek ezzel, hogy kell a gyereknek olvasni, sokan felháborodnak. Szerintem egyébként ezzel az ég egyet a világon semmi baj nincs, a gyerek nem ettől alakul ki, hanem identitása. Nem? Fontosabban szerintem, amit a Vekerdi is mondott, hogy te, mint szülő, hogy reagálsz erre, elítéled, elfogadod, segítesz ezzel a gyereknek, vagy nem. Sokkal több mindent vesz le szülői magatartásból a gyerek, mint hogy most esetleg milyen mesét olvasol neki, szerintem. Meg ez, igen, tehát hogy ez a szimpatikus hozzáállása. Az élet úgyis dobja a kérdéseket egymás után, ha kell, ha nem. Úgyis hazajön a gyerek és megkérdezi, hogy ez vagy az miért úgy van. Természetesen kell válaszolni, nem kell nagy feneket ejteni a dolognak, és akkor nincs gond. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Én nagyon érdekes cikket olvastam, és szeretnénk annak utána járni, hogy vajon igaz lehet-e, illetve pontosabban nyilván mostanában, ha valaki olvas különböző női magazinokat, már nem azt olvasgattam, én az interneten láttam. Jó, hagyjuk ezt. Tudjuk az irányultságot. A budiba azért mindig beviszek egy-két dolgot. És arról cikkeztek, gyerekek, ez már szerintem a horror ne továbbja, hogy az anyatej felhasználásának 10 módját lehet még azon kívül, hogy te megeteted. Tehát 10 féleképpen lehet felhasználni. Igaz, hogy kicsi bizarr módokon lehet ezt felhasználni, de összeszedtek olyan dolgokat, amire állítólag jó az anyatej. Mi? Kiváló krémbrülét lehet belőle készíteni? Vagy? Nem, én most arra gondoltam, hogy mivel, hát az egyébként főzni is lehet velem, hogy mivel nálunk otthon még van egy kicsi. Aha. Te fagyasztott vagy friss? Mi lenne, ha lenne egy ilyen táv teszt a lelke mindennek?
Már mi? Hogy felhívunk is, te elmeséled, hogy mit csináltál, de hogy érted a távtesztelő? Hát, hogy otthon megcsinálom. Aha. A 10-ből valamelyiket. Ti eldöntitek, hogy melyiket, és elmondom, hogy működik-e. De bocsánat, most te ír így vagy? Tehát mi miért nem lehetünk benne a tesztben? Tehát te miért nem hozod be a tejet, ha otthon van úgyis? Holnap szerda van, akkor szokott teszt lenni, ma kitaláljuk, holnap behozod, és mi is ki akarjuk próbálni. Uh-huh. Úgyis folytában van már az aptejem. Egy jó. A Jani úgyis csomagolás függő, hát most azért hello. De bennünket ne vegyék ki a jóból. Jó. Fejsz most kicsit. És te, Viki? Ákos, ne röhög, nem rád néztem, Viki. Ákos elkezdett fejni, nem tákos, Viki. Na, mert hogy ugye mindig hallasz, én ezektől a hidegrász, hogy használd ezt erre, mert az nagyon jó. Pisíld le a csaláncsípést, mert az nagyon jó. És olyan SMS-eket várunk hallgatóinktól, már előre mondom. Annak, aki pisíl. Az vicces. Igen, amit kipróbáltatok, baromi fogjátok nagy... Fogjátok le! Igen, baromi nagy bölcsé volt, és nyilván nem működött. Tehát, hogy óriási hülyeség volt, elhittétek, kipróbáltatok, és nyilván nem. Tehát most nem konyhai praktikákra vagyunk kíváncsiak, hogy tegyél ilyen szódabikarbonát a vörösbor foltra, mert az kiszedi, hanem olyan általatok olvasott marhaságra, ami nyilván értelemszerűen nem működhet, mégis sokan kipróbálták. Tehát ilyen, hogy a gyereket csaláncsípés lesz, ott az erdőbe pisil le. De az működik, bocsánat. Tessék? Az működik. Csak elvisz a gyámhatóság. Hát én a múltkor sétáltam a gyerekkel a rámszakadéknál, furán néztek rá, mikor levizeltem. És mondták, hogy ez a valás a régi már. Hallját, hogy enni adna neki. Milyen érdekes a szeretet megnyilvánulásra. Hogy szeretni a valás a gyereket. Apa, ne pisile, jó, csaláncsípés kell, az négyen küldték el a Bliknek 10 000 ért. Örültem, hogy nem. Az ügyvéd megakadályozta, hogy ezt a fotót ne hozzák le. Na, hát ott van például ugye az utifű, amiről köztudott, hogy nagyon jó az aranyére, hogyha összesodorjátok és helyezitek a... Torokfájás gyerekek, a cikk összeszedte, hogy mire jó, azt nem tudom, kipróbálta ki. A leghatékonyabb módszer az anyatej felhasználására, ha már nem kell a gyereknek, a torokfájás csökkentésére például. Ezt ismertétek? Tudtátok? Kívülről kenni, vagy... Anyatejes öblögetés. Gargalizálás. Igen, gargalizálás. Választhatok egyet, én holnapra megmondom, hogy valóban így. Fáj a torkod most? Fájhat. Akarod, akkor fáj. Írja a cikk megdöbbentő módon egyébként, kontaktlencsét kell tenni az anyatejbe, vagy az anyatejre. Sűrűbb legyen? Nem. Azt írja, hogy olyan szinten antibakteriális hatású, hogy tisztán tartja a kontaktlencsét. Hát, ha neked van otthon anyatejed és kontaktlencsét, használd arra. De van kontaktlencsét? Nincs. De egy darabig próbálkoztam vele, ugye többféle van. Van a napi lencs, amit egy napi használat után el lehet dobni, és van ugye a napi használatú lencs, akkor javítok, mielőtt félrejtjük, meg van, ami ugye hosszabb távon működik, és az ahhoz van egy ilyen tisztító folyadék, ott ide kell tenned a két ujjat közé, átmosod, utána belerakod, és ez tejjel meg. És ez tejjel meg lesz. És utána nem beteszi túl zsíros az ahhoz? Várjál, ez sokkal durvább. Igen, hát kérdés, hogy mennyi zsíros, tehát berakod a szemedbe. Vannak anyák, ebben a cikkben azt írja, teljesen természetesen sok nő használja az anyatejet fagylalt készítésre. Oh. hogy azért az így hogy? Tehát látod, mamát hazamenni, gyerek bent fekszik az ágyban, nagyon alszik, mert éppen evett. Mama pedig fogja a kis... A Weidlinger... Itt nyomja. A finom csöcsi fagyi! Vagy leszívja, és utána ez belerakja a tebe. Tehát van, aki tényleg annyira elvetemült nagy anya, hogy házi fagylaltot készít anya tejből. Na gyerekek, ki itt csoki, puncs, csöcs! Egy romantik tolátok bele? Tehát van vanília, van puncs, és van csöcs, vagy? Roletti van, extra csokoládé van? Igen, és cukorszórattal. És akkor, ha gyerekemnek fáj a torka, akkor fagyival elkészített torok, anyatejből elkészített fagyit teszek a torkára, nem egyből belespriccelem a torkába az anyatejet. És akkor kettő egy csapás, ugye fölhasználtad a tejet, nem kell kidobni, édesség van belőle, meg van a torokgyógyszer. Ennyi. Menő. Következő. Komoly a cikk. Viseld magadon ékszerként. Mit? Az anyatejet. Vannak akkor ékszerészek, hogy? Akik rájöttek, hanyat? Hogy a tejfehérje, a kazein, az mesterségesen megszilárdítható, és vannak anyák, akik megszilárdítják a saját anyatejüket, és a nyakukba akasztják. Ez olyan, mint egy kis gyöngysor? Tehát ilyen anyatej cseppek vannak a nyakadban? És ha fáj a torkod, leszakítasz belőle és elszopogatod. és elszopogatod. Vannak anyák, megdöbbentem, akik megszilárdítják a saját anyatejüket, és belerakják a nyakukba. Az mennyire durva? De te viselnél magadon egy ilyet? Hát fura. Fura minden esetre. Abból csinálsz házassági gyűrűt magatoknak? És hát még itt írja, hogy természetes sikosító is. Egyébként. Aha. Ugyan, tudom, hogy nátok nyikorognak az ajtók, hogy akkor lehet, hogy arra de is jó. De mindenképpen jó. És a vízóra leolvasó is panaszkodott, hogy amikor felnyitjuk az aknának a tetejét, akkor mindig erősen nyikorog. Oda is lehetne. Jó, egyet mondjatok.
gyerekek, csak nálunk van még Bébi, meg Ákosnál. Ákos egy komoly hírszerkesztő, ebben nem keverem bele. Melyiket akarjátok holnapra tudni? Fagyit? A nyakláncot? Szerintem a fagyit. Én a fagyit. De a fagyit nem tudjuk elkészíteni. Miért nem? Hát nem tudom, hogy kenics fagyi gépem. Ja. Fagyasztam le, és egyet, jó, ha azt mondom, fagyi, legyen a fagyi. Nekem ez a folyadék, tehát az, hogy folyadék, és hogy megszilárdul rajtad, és utána pedig egy medált nem azt ahhoz kell az hosszú idő. Ahhoz kell. Figyelj, az hosszú idő. Csinálj, igen, hosszú idő. Mert akkor csináltunk volna egy, mit tudom én, például krumpliból kiváljunk egy B betűt, azt te felöntjük anyateljel, igen. Megszilárdul, és akkor egy nyakláncon hordod majd a nyakat. Ezt megcsinálom. Ezt megcsinálom. Azt olvastátok azt a rablót, aki bement a patikába egyébként, és azt mondta, hogy gyógyszertárba ment be, és megpróbálta elterelni a dolgozók figyelmét, szoptatott, és elkeseredett otthon, és szeretett volna kirabolni egy gyógyszertárat, és melszívót vásárolt a patikában, majd rájött egyébként, hogy sok pénzt hagyott ott, és vissza akarta szerezni, illetve kirabolni a patikát, fölhúzta a pulóverét, és anyatejjel arcon spriccelte. Atya úristen. És az volt a figyelem elterelésem, hogy anyatejjel arcon spriccelte a patikusokat, és amíg a patikusokat nézték, jobbra törölték ki a szeműből, 100 eurót kivett a pénztárgéből, úgyhogy később, vették észre. Azért az milyen durva, nem? Most terrorista. De hogy te miért nem tudsz összefutni egy ilyen nővel, nem? Aki egyszer így akar kirabolni. Ja, azt hittem, hogy te miért nem rabolsz így. Mert nekem sokkal hosszabb ideig tart a köpülés azért. Nem erre gondoltam. Na tessék, akkor melyik legyen? Nézzük meg, hogyha van torokfájás. Fagyi? Nem, a fagyi. Fagyi. Holnap hozok nektek. Fagyi, az le is elnyalogatok. Van ez zapló kis joghurtos történet, tudjátok ezt a pici kis joghurtos dobozka, abba szépen belerakod a tejecskét. Szerintem egyébként valamit rakjál bele, mit tudom, egy kis málaszörpöt, vagy mit tudom én, ilyesmit. Picit felkevered bele egy ilyen, ezt a nyelvpálcikát. Az is azt lehet kapni, belerakod be a mélyhűtőbe, és aztán pedig holnap behozod. Jó. Hármat. Hármat. Jó. A Sebestyén Natura Farm első csöcsfagyja. Nagyon szívesen egyébként, nagyon szívesen. Na jó, van, szóval ilyen bizarr dolgokat lehet találni, de drága hallgatók, ti is találkoztatok hasonlóval, elsősorban háziasszonyok. És kipróbáltatok valamit, mert elhittétek az interneten, hogy az működés, és kiderült, hogy a legnagyobb marhaság, nyilván ezekből is egy csomó az, de aztán persze lehet, hogy működik. A torokfájásot kell tudom képzelni, hogy olyan hatása van, hogy mondjuk tényleg fájdalmat csillapít, de amit olvastatok, amit kipróbáltatok, és ami nem működött, küldjétek el nekünk SMS-ben, hadd csodálkozzunk rá a világ nagy dolgaira, hogy mi olyan dolgok jelennek meg, vagy hírek női magazinokban, amik aztán abszolút nem működnek. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 van egészen pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, van egy-két friss olyan közlekedési hírünk. Székesfehérváron találkoztam egy fej nélküli emberrel, megkérdeztem, hogy Fejér megye. De ráfutottam erre, gyerekek, bocs, azt hittem, hogy Székesfehérvár is közlekedés, de nem. Igen, Fejér megye, igen. Azt mondja, hogy a 4-esen a serifek most pakolnak ki a 71-es kilométernél Pest felé. TJ Hooker küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Egyébként baleset kevés van, trafi annál több. A 3-as számú főúton Miskolci Szikszó között a Turuldombon Fejér Opel Korzából mérik az autós sebességét. Esztergom. Isten, megint elugrott, várjatok. Azt mondja, hogy Esztergom, mi van Esztergomban? Keressük. Esztergom 6-os könél ellenőrzés. 3 rendőrcsapat egymástól függetlenül lesz. Wilson küldte, és a 4-esen a Szolnok Abonyi kereszteződésében 60-as tábla van. Ott is használják a mérőeszközt. Itt van, Andi, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Mi pedig ugye az anyatej érdekes felhasználásáról beszélgettünk, és arról, hogy a háziasszonyok hányszor rászaladnak arra, hogy olvasnak valamit különböző újságokban, elhiszik, hogy egy hajpakolás, egy krém, egy arcpakolás az jó lehet, és aztán kiderül, hogy egyáltalán nem működik, hogy egyáltalán nem jó. Ugye a női magazinok, honlapok, internetes portálok tele vannak olyan helyi praktikákkal, amit aztán, ha kipróbálsz, rájössz, hogy nem mindig működik. Egyébként az anyatejben tényleg van egy csomó minden, ami jó. Például orrcsepp, neki szokták ajánlani, tényleg antibakteriális hatása van. Ráhajolsz és felfröccsentenek? Nem neked, nem a babának. Ja. Nem, azért ez nem olyan, ha náthás vagy, hazamész, és azért nem, hanem hogy például a babának egy pár cseppet, és az egyébként tényleg működhet. Tehát az jó, lehet, nagyon sok mindent tartalmaz. Ez ugyanolyan jó, mint például, hogy ha nagyon elvernek, akkor az úzódásokra lehet mondjuk pipamocskot vagy farkasalmát lakni. Azt az, és mind a kettő jó is, azt mondtam már nektek, hogy a pókháló is jó sebre.
Az is jó. Az a pókáló is jó, pókáló, igen. Hogyha nagyon sűrű szövésű. Persze. Vagy két pókálót egymásra tesz. A 17 éves fiammal azt akarták a társai elhitetni, hogy kúpként használva a dianász cukorka hamarabb és olcsóbban lerészegít, mert azonnal felszívódik. Nem, a szembe kell csöpögtetni. Elvileg, igen, az... de senki aha, ne próbálja ki. Ne. A lelkére kötöttem, hogy ne próbálja ki, ezt Rika küldte nekünk. Aztán az én személyes kedvencem a banános tojásos csodahajpakolás. Csillogó szemekkel a gyönyörű hajreményében mostam le 10-szer. Egy hétig találtam apró banánmagokat a hajamban. De ez van, aki elhiszi, hogy a banános tojásos hajpakolás az egyébként jó, és megcsinálod? Leturmixolod magadnak valószínű, nem? Figyelj, tehát az én lehet... elhinném. Most komolyan. Tehát ezek olyan természetes anyagok, aha, amik adott esetben még működhetnek is. Hát a gyümölcspakolás, vagy gyümölcsből készített mondjuk ilyen arcpakolásról azért hallott már az ember. Meg arról is hallottunk már, hogy például az aloe vera az tökéletes a hajra. Na, annak én talán nem tudom, a Rékasi Kacsitól hallottam, hogy nem tudom. De hogy... hogy ez tökéletes. Jó, de ebben egy gram sem volt az aloe verából. És mondod, hogy ha még beszervezel magad alá 10-et, akkor már nagyon jó lesz. Akkor már nagyon jó, akkor már nagyon kirű a helyed. Igen, és ugye 5-öt veszek a 6. ajánlat. Velem egyszer megpróbálták elhitetni, hogy az anyukám hamvaiból készült mesterséges gyémánt megvéd majd a rontástól. Hál' Isten, az enyém még él, írja egy hallgató. Ez tehát, hogy mik vannak egyébként tényleg magazinokban, nem? Hogy... Egy-két évvel ezelőtti divat volt ez, hogy a szereteink hamvaiból speciális laboratóriumi körülmények között igen, gyémántot készítettek, mesterséges gyémántot. Atyaisten. Csodaszép olyat akartam a neten, olvasott receptből sampont készítettem, szóda bikarbóna, fűrtojás, levendula olaj. Mikor megszáradt, úgy állt a fejemen a derekig érő haja, mint a vattacukor. Fixál. Nem jött be. Ide nekünk egy hallgató. Hát a gyémát, ha csak egy mondat, hogy akkor én lennék a Kohinor ebből a testből. Hát, maga a birodalom égköve. Egyébként. Az egész családnak ugye? Jutna belőle. Figyelj, a TVR-i címlapján vagy hátoldalán még évekig árulnánk belőle. A darabokat. A darabok, 1000 forintért rendelhető lenne, igen. Feriből rendel meg a szerencsehozó amulettet, igen. Igen, nagy tételben üveget vágni üvegeseknek, képkeretezőknek. Pultosan elítette velem, hogy a citrom kiozanít, mert ő is olvasta egy magazinban, kettőt ettem meg héjastól, egyáltalán nem vált be. Aztán olvastam egy női magazinban, hogyha valaki például edzeni jár, és te a filtert tesz a saját cipőjébe, akkor az felszívja a szagokat, mint azok a sprék, amikkel ugye te befújod, az ilyen dezodorálók. Te a filtert, semmit nem segített. Aha, az már... megvan azért otthon, hogyha kis Kamilla te tömködöd a cipődbe, azért az szerencsés, nem? Szerintem más cipőjébe rakni bent az öltözőben sokkal ugye, viccesebb. Milyen legyen, fekete tea, zöld tea, vagy Kamilla tea? Ha nagyon büdös fekete tea, ha kevésbé, akkor Kamilla tea. De ezeket higgyetek el, hogy ezeket ilyen 60 éves, idősebb, helyes nyugdíj kiegészítő hölgyek írják el, hiszitek? A horoszkópot is, a tanácsokat is, tehát a te a filtert tegyél a büdös edzőcipőbe, ezt hihetetlen. Igen, a kincses kalendáriumban írják, és onnan veszi át a kozmopolitan. Egyszer olvastam, hogy próbáljam ki az ecetes hagymát a fáradt szemre, mert az jót tesz, és pillanatok alatt javul a látásom. Szétégett a szemem is csak. Ecetes hagyma a fáradt szemre. Ezt a végeredményt azért, ha vagyunk be őszintén, nem lett volna nagyon nehéz megjósolni. Tehát, hogy ecet a szembe, azért a... Igen. Minél erősebb, annál jó. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Hétvégén volt a fagyi fesztivál, fagyi kiállítás, ez tulajdonképpen egy expo, amit nem tudom eldönti, ez egy szakmai expo, tehát mi beszélünk, vagy inkább ez egy olyan expo, ahol elmennek a magyarok, mert lehet kóstolni ingyen fagyit, ugye? Tehát, hogy ismerjük ezt, hogy ahol ingyen lehet menni, ott 25-30 ezer ember megfordul, ennek egy része egyébként szakmai volt, és ha már Afrikában leteszteltük a szaglásunkat, vagy te leteszteltetted velünk, ugye a szaglás, kiderült, hogy nem sokára meghalunk, mert nincs szaglásunk. Hát csak te, a Jani nem volt rossz. A Jani egyébként igen. A Jani valószínűleg tovább él. Én egy-két évvel még tovább húzom. Igen. Hoztam nektek egy-két fajnalatot. Aztán elájultam a plázát. Miután kiderült, hogy milyen jó az orrom, és én fogok tovább élni. Igen. Reggel 3-4-10-kor kitaláltuk, hogy te 25 éve tovább élsz, és 10:30-kor már benn voltál a Nelspriti kórházban. Tehát abszolút jó volt a teszt egyébként. Jó, mondjuk közvetlen teszt után látták, hogy Balázs valamit belekever a kávémba. Tovább élni? Valahogy fel kellett dobnom ezt a dolgot, igen. Azt az unalmas kedd délután. Szóval, hogy a fagyik egészen fura irányba kezdenek elmenni, és ha valaki fagyit vesz most nyáron, akkor lehet, hogy találkozik már olyan érdekes fagyikkal, mint egy cacikis fagyi, meg spenótos fagyi, meg
meg mit tudom én, sóskás vagy, meg tényleg olyan borzalmakat hallasz már, ami aztán persze eldöntött, hogy ízlik vagy nem, mert ízlésről beszélni nehéz, mert az egy szubjektív dolog, valakinek bejön, valakinek nem, de gyerekek, lassan egy sima csoki fagyért már úgy kell majd könyörögni, mert hülyének néznek a fagyisnál, nem? Hogy nem spenótos cacik is vagy, mi nem tudom, milyen fagyit kérsz. A cacik is, spenótos, meg gombás fagyit, azt onnan ismeritek meg egyébként a fagylaltos pultban, hogyha véletlenül eldőlt a tábla, hogy abból még nem kért senki. Igen. Na, itt van velünk két kiváló cukrász, Mester Ádám és Balázs. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Jó reggelt, szervusztok! Mind a ketten ott voltatok, különböző cukrásznákból gondolom, de ott voltatok az expón, ugye? Így van. Szakmai expó vagy ingyen kóstolás a magyarnak? Mind a kettő. De melyik volt a több? Hát szerintem. Láttatok a kis családot 8 gombóccal egyensúlyozni, nagy darab anyuka, nagy darab apuka, 3 nagy darab gyerek, és mindenhova beállnak, nem, és mindenhol 8 gombócot kérnek? Van ilyen? Hozzáteszem, hogy nagyon türelmesek voltak a látogatók, végigállták a sort. Mi a Balázsral ketten azt gondolom, hogy jócskán megmértük, tehát nem kis kanáról kóstoltattunk, tényleg kapják meg a javukat. A belépőjére, amit kifizettek, azért tényleg mennyiséget kapjanak, és hál' Istennek elégedetten távoztak, sőt, még vissza is jöttek, hogy ez nagyon finom volt. De én nem értem, hogy befizetsz belépőt, nem tudom mennyi, tök mindegy, már lezajlott, lehet róla beszélni, de x ezred. De én 3 gombócnál nem bírok többet megenni. Tehát valakinek az a program, ha nem szakmai, hogy ti is ott vagytok, ez egy szakmai expo kiállítás, hogy elmegy, és 26 ezer gombócot lenyom egész nap azért, hogy legyen a belépőjét. Elfogyott az állkapcsó, nem tudok már. Józsika, megettél a 86 gombócot, most már elég lesz. De láttam, ez a cacik is, ez nagyon fennakadott. Egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, hogy... Uborka darabok lógnak ki belőle? De van benne uborka, de fokhajma meg bors nincs, mert egy alapvetően az édesjoghurt ugye megvan, a mentás édesjoghurt az megint csak nem okoz problémát. Most az uborka az egy abszolút frissítő dolog. Jó, lehet, hogy nem a márciusi 8-okban, de mondjuk a nyári 32-ben kiválóan. Az uborkás üdítőital is jó egyébként, mert lereszelve, limonádé, mondjuk tényleg jó, tehát ezek jó felhasználások. Ez úgy volt egyébként ott is promotálva, hogy édes caciki, tehát így futott ez a fagylat. De ezeket így kérte a közönség, vagy ittatok valamit este, és másnap reggel így sikerült. Vagy valamelyikőtöknek van étterme, maradt tízdek a cacik. Nem, és szóval. Józsikám, kever már bele a fagyban, nincs semmi lesz. Kezdem a lorcsuk uborka salátával levették valami. Nem, szerintem a testvéremet kéne fejlődni, szerintem nem tudom, hogy előtte este valamit fogyasztott-e, majd megkérdezem tőle. De nem, szóval egyébként itt, amiket mi használtunk, például a fűszereket, a petrezselymet a kivihez, a koriandert a megyhez, a sóskát a banánhoz, ezek mind ezeknek a... Jó, látom, abszolút kiegészítője egymásnak, de hát nem kellettől annyira megijedni. Természetesen az alap, hogy rendes csoki és vanília, eper és citrom, szerintem ez a négy alap, ennek mindenkor kell lennie. Várjunk, miért természetes kiegészítője, csak sóska a banánnak? Nem tudhatod, hogy egyébként mivel passzol. Hát, te láttál már az Ötvös Cirkuszban egy olyan Ricsi nevű majmot, aki az egyik kezében sóskát tart, a másikban banán? De most fogsz. És kiengedi az oroszlánokat. Figyelj, rakunk rád egy pelenkát, megkapod a fagyit, és megvagyunk. Igen. Tök jó hozott, abszolút jók vagyunk. De pont nem tudom, az Indexen olvastam, hogy aztán pont rólatok írták, hogy talán egy kicsit túltoltátok ezt a gasztrobiciklit. Hát, van ez így néha. Tetszik a megfogalmazás, hogy túltolták a gasztrobiciklit. De én szeretem, hát kísérletezni kell. Tehát ugyanakkor jó a fagyi, meg a puncs, meg a csoki, de hogy ezek már tök unalmasak is ugyanakkor egy kicsit, nem? Én azt mondom, ennek a fesztiválnak egyrészt az a lényege, hogy még jobban népszerűsítsük a fagylatot, hiszen bármilyen fura, Európában mi a hátsó sorban kullogunk a fagyi fogyasztás tekintetében, és az északi ország, Norvégia, Dánia, Svédország pedig első helyen. Komolyan? Ezt például nem gondolnám. Abszolút dobogós helyen van a fagyi fogyasztásban, de tényleg egy fesztivál arra jó, hogy az embereknek a kicsi látómezőt kiszélesítsük a tekintetben, hogy azért a csoki vanilián eprén is túl is van világ a fagyi életben. Hát ennél volt durvább is, tehát volt olyan, hogy márványsajtos fagylat, de ami nekem nagyon tetszett, és az indult a versenyen is. Most figyelj, snidlinges fagylat, kenyérfagylat snidlinggel, kandírozott békönnel. Feri, hazaértél? Feri, hazaértél? Na, az igen. Kérdezd meg, amit akarsz. Volt a szalonnál. Most kérdezd. Pörcös kolbászos szalonnál. A gyerekkel elnyalott. Szóval ez már mondjuk nálam is egy picit azért sok. Tehát a fagylat azért az legyen édes. Igen, de sós. Tulajdonképpen ti diktáljátok, és ti teszitek ki, vagy nektek azt kell kitenni, amit az ember kér, mert ugye ez egy nehéz dolog, hogy hiába akartok újítani, ha rátok rohadt, mert mindenki puncsot, vaníliát, meg banánt akar, vagy azt mondjátok, hogy le ezzel, meghagyunk egy-két hagyományosat, be az újat, aztán majd rászokik a tömeg, aki jön. Pontosan ez a lényege nekünk, cukra
fagylaltkezdő szempontból, tehát akár a Balázsiknál, akár nálunk is, ugye milyen 16-18 féle fagylaltot bemutattunk, és azért láttuk azt, hogy mik azok az ízek, amik ugye közkedveltebbek. Nyilván ugye mi is leszűrjük ezekből a tanulságot, és azokat a fagylaltokat fogjuk preferálni az üzleteinkbe, amelyek ugye persze jobban fogytak. Tehát nektek ez már egy ilyen mini közvéleménykutatás, egy ilyen fagyi expo visszajelzések alapján te nyára betárazol, vagy a cukrászdák betáraznak, hogy mi a sláger. Így van. Soskából, uborkából. Kérdezek valamit, az én kedvenc fagyim a túrófagyi. Ez gyerekkoromban mindenhol volt. Imádom. Kis citromhéjjal túródarabokat érzett benne, maga a szó, hogy túró utálom, de a fagyi nagyon jó. És 10-ből 9 cukrász, ezt már nem csinálja. Drága a túró, hogy hamar túró megromlik. Miért nem csinálnak sima, egyszerű, gyermekkoromban kapható túrófagyit? Nagyon kevés helyen van. Ennek mi az oka? Mi készítünk túrófagylaltot is, nálunk azért szokott lenni. Egy picit talán nehezebb vele dolgozni, tehát a túrónak ott a zsírósága miatt egy picit, hát egy jobban rá kell készülni, de... Hagyj válaszoljuk egyszerűbben, rajtad kívül senki meg nem ette. Nem. Nekem ez egy ilyen gyerekkori, a rizsfagyi, mert éreztem gyerekkoromban a rizsdarabokat, és a túrófagyi, amin érzed a túrónak az ízét, kis citromia, vaníliát, hát ez zseniális, nálunk, kevés helyen van. Mind a kettő benne van a választékunkban, mert ugye cserélgetjük azért így a 18-as pultba időnként nyilván. Belekerül, néha kimarad, de készítünk rizsfagyit is. Szinte általában valami gyümölcsel, tehát ilyen gyümölcs-rizszerű dolgot szoktunk készíteni. És akkor mondjuk egy olyan cukrász, aki nem tudom, tényleg csinál ilyen, nem tudom, tacikis vagy brassó, és nem tudom, ott már egy konyhai üzem már főzi a száraz kaját, és azt teszitek a fagyiban, mert ugye a cukrász erre nincs felkészülve, vagy csak az ízét teszitek bele tényleg? Tehát egy pici fokhagymát, vagy egy pici uborkát mondjuk. Fokhagyma az nem került fokhagyma bele. Nem. Aha. De hát igen, erre, tehát nagyon sok a háttérmunka az rengeteg, tehát hogy amíg nagyon jó dolog beállni a fagylaltpult elé, és kéne egy gombóc fagyit, nem nagyon látják azért, hogy körülbelül mennyi munka van e mögött. Hogy vágnak át minket na, fagyival? De attól nem lesz jobb íze a fagyilak, ha tudom, hogy mennyit melosztok vele. Azt a rohadt életben! Öcsém, 5 órája keverem ezt a... Nagyon jó a kérdés, ez a kedvencem. Ne viccel, hát persze, hogy jó a jégkrémet, kérdés. A jégkrémet, azt tessék elfelejteni. Na, ugye, ezt kérdezem, hogy ugye a jégkrém és fagylat között az a különbség, hogy még a fagylatnak van egy természetes levegő felvevő képessége, ugye a habosodás, amikor készül a fagylat, a jégkrémbe bele erőszakolják a levegőt, belenyomják. Másrészt ugye azért ne felejtsék el, hogy a kézműves fagylat tényleg nemes anyagokat tartalmaz. Hát ugye a vanília, ugye az látott már például a vaníliarudat, a csokoládéfagylatban például van csokoládé is, a gyümölcsfagylatoknak a gyümölcs tartalma körülbelül 40%, ezt egy ipari technológiával nem tudod elérni, egyrészt a technológia, amit is másrészt pedig az ár miatt is. Itt vezetnek meg, hogy felfújják, hogy vizezik, vagy nem tudom, azért sok a konversz vagy, hát sok helyen átvágják az ember. És vannak például, hogy ha már kézműves fagylat, tehát hogyha jégkrémből tovább lépünk a kézműves fagylatra, ott általában két hiba szokott előfordulni. Van az a verzió, amikor túl habosítják a fagylaltot, és ilyen nagyon-nagyon pupos lesz a dolog. Ott a másik hiba pedig, ha nem nálatok veszik. Akkor már köszönöm, hogy ennyi lett volna a nem, tehát ugye a nagyon pupos fagylalt, ugye két probléma van. Az egyik az, hogy a fagylaltnak van egy ilyen természetes, hát nem hűtőgőbe, tehát hogy áramlik a fagylalt, ugye, és hogyha nagyon fölpupozod a fagylaltot, a felső része az kiesik ebből a hűtőtérből, és a hűtőnek a cirkulációja sem biztosított 100%-ban. Másrészt meg ugye az is mondjuk, vannak ilyen habosítószerek, amivel ilyen nagy fagylaltot lehet elérni. Jártam már például a Pécsen olyan fagylalttal, amit nyaltam egyet a citromfagyiban, leugrott a flaszter, és önálló életre kelt a citromfagyi. Így van konkrétan. Tehát ugye általában ezek a variációk jöhetnek, de én azt gondolom, itt a jégkrém esetében, ugye a multikban jóval kedvező báron lehet akár úgymond 1 liter fagylaltot venni, vegyétek ki, olvasszátok ki, és meglátjátok, hogy mennyi a levegő mérték, mert ahogy elkezd olvadni, minimális lesz csak a műanyag edény alján a fagylalt lé tulajdonképpen. Meg berakom, kiolvasztom, és látom, hogy mennyi az úgynevezett száraz anyagtartalom tulajdonképpen. Ezt megcsináljuk egyszer egyébként, igen. Jó, hát egyébként megkísérlet, tudod, megveszel otthon, vagy megveszel a... Én megszponzorálom nektek ezt a kísérletet. Most azért pont van 200 forint a zsebemben, hogy vegyek egy kalipót, nem? Vagy valamit tenni. Ne, egy kalipot, igen. Na, kóstoljunk, gyerekek, jó? Na, kóstoljunk. Kóstoljunk. Na, hoztam, de nem én hoztam, csak eljátszom, hogy én hoztam. Szemeket csukjátok be, hogy ne lássátok a színeket. Jó, hogy ne Feri lássátok. Nem is lát semmit amúgy sem. Levettem a szemüvegem. Ember, mit Feri, csukjak még be? Hagyjuk van szemet nyugodtan. Na, nézzük akkor, jó? De én nem tudom, nekem nincs fölírva, hogy mit adtok a srácoknak, majd próbálom szájról olvasni. Ádám, súg meg, vagy nekem írd meg, Miki, és akkor mondjuk, jó? Feri megkapta az egyiket. Csak hogy hová tart ez a fajta gasztró... Azt tedd meg te. Nézd meg milyen. Jó, nézd ki legalább. Mit mondjak? Mondjam a színén? Hát mesélj meg. Róla. Ja, jó, hát nem akarok róla mesélni, kóstold meg, aztán mondjuk, hogy mit kaptál. Remélem ez az anya teljes. Hozzáteszem, az egy díjnyertes fagylat. Na, egy díjnyertes fagyi. Mondd. Hova viszed?
Janinak is, aztán minden... Nehogy már egyből legyünk! Hallod? Mind a ketten elmondhatjátok, hogy szerintetek mi van benne, tehát mi az alapanyag, jó. Mi van benne, kíváncsiak az ízlelésetek, hogy mennyire érzitek. Segítségképpen annyit elmondnék, hogy ez a Balázsnak a tavalyi év fagylaltja verseny győztes fagylaltját kóstoljátok. Ha esetleg képbe vagytok, akkor talán segít. Jó, ne sufjál, mert ezek képbe vannak minden. De én nem vagyok. Mi az alapanyag, mi van benne, mit éreztetek? Tessék. Ja, mondjam? Nem, mutasd. Nagyon jó. Szerintem a citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Aha. Ugye? Na, nem tessék, lehet? Mi lehet? Szerintem ez hecsedli. 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 Feri, mi lehetett ez szerintem? Mondtam, citromfagyiba beledőlt a barack lekvár. Citromfagyi barack lekvár. Jó. Mi ez valójában? Janinak egy pontot írjunk. Ne csináld! Hát mondjuk ő a cukorzeni! Hecsedli van benne, tényleg? Ez nagyon finom fagyi. Az egy lekvár, ugye? Hát egy gyümölcs, és abból készült lekvár. Csipkebogyónak. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Valamelyikben benne van az anyatej? Nagyon remélem. Nem fogod érezni. Nem. Csak a tudat kell, hogy tudd, hogy megetted. Uh-huh. És onnantól kezdve Noella a tejtestvér vagy, Feri. Úristen. Jó, kapjátok a következő. Drága hallgatók, hát bárcsak ti is meg tudnátok kóstolni, talán ez nektek kevésbé izgalmas most, de mi nagyon jól szórakozunk. De kevésbé hallgató barát a dolog, viszont sok mindent megtudhatok a fagyiról. Nyugodtan nézheted. Jó, de nem sem tudom. Életemben nem ettem ennyi édessége. Gyere, Viki. Ez málna, nem? Gyere, Viki. Hallgass a Feri, gyere, vagy hallgass a Jani, gyere, Viki. Gyere, közeledbe. De ha most én is eszem valamikben, amely anyatej van, akkor én is a Noának a tejtestvére leszek. Apja és tejtestvére. Jó, mi van benne, Jani? Hát alapvetően ez szamóca. Na, valami magos. Csak nem tudjuk, hogy mi van még mellé belepasszolva. Valamit érzel még mellette? Van még valamilyen íze, valami kijön, valamit érzel? Igen, úgyhogy húzd vissza a lábad. Feri, mi van benne? Mit érzel a szamóca eper mellett? Aha. Valami? Semmi? Semmi, nem tudom. Mi van még benne? Mondja Balázs. A lecsengését arra próbálom. A lecsengés. Jó. A lecsengését a két gyerekkel megyen fagyizni, mikor figyel az egyik gyerek, esik le, a másik keni össze magát, száll be a kocsibe, mikor figyel a lecsengését. Balázs, a gyerek. Na mi van benne, Balázs? A virágot kellene érezni. Virágot? Virág. Jani? Akkor pipacs. Egy virágfajtát érzek benne. Nem érzitek? Én ezt érzem. Mi az? Na mit? Adjál már. Ez fura, nem érzitek. Kutyatej. Nem, ebben rózsa van. Így van. Ez rózsa? Ezt éreznék. Nem szoktunk rózsát tenni, lehet, hogy ez a bajunk. Ja, rózsavízet csinálhatok. Van benne egy pici rózsavíz, és akkor... Ezt érezni, ebben érezni. De bolgár? Bolgár rózsavíz? Persze. Én csak azt ismerem fel. Anyám azt használta, bár ő hónajra. Mi a következő? Nagyon finom. Okay. Hú, ez nagyon jó. Ugyanolyan, mint a kettővel ezelőtt. Nagyon jó. Érdekes, a rózsát nem éreztétek, ennek nagyon jellegzetes rózsaíze volt, pedig ezt én is éreztem. Ez alkoholos. Haló. Feri, hazaértél. Végre. Mi ez, Feri, mit éreztél, addig mondhatod? Tessék. Ja, nem visszarakom a kanalat. Barackpálinkát. Barackpálinka. Jani, te vagy a szaki. Hát én ezt inkább narancsosnak érzem, mint barackosnak. Na, ja. Most miért teszel tönkre? És van benne, szerintem... egy pár fok mínuszban, mit tudom én. Okay. Nem tudom. Mi volt tudom. Ez? Mi milyen? Ez egy homoktövis fagylalt volt. Homoktövis fagylalt. Gábor itt lett volna, biztos, hogy kitalálja. Hát nagyon jó. Hallottam. Nagyon jó. Ő homoktövis szakértő egyébként, igen. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, antioxidáns tartalma. Kérdés, hogy mennyi marad meg, ugye hát ezt nem lehet tudni, minden esetre ízen nagyon érdekes. Szerintem egyébként, most persze ez okoskodás, főleg amikor itt vannak a szakértők, de hogyha a homoktövisbe egy picit több cukor kerül, akkor már annyira megváltoztatja az ízét, karakterét, hogy érdemes mondjuk cukormentes homoktövis lekvárt megkóstolni, mert akkor jön elő az íze, nagyon-nagyon könnyű tompítani meg, jellegtelenné tenni a fagyit. Mm. Ezt most sikerült nektek, srác! De hogy is nem nagyon finom. Egyébként Balázs, most visszatérve a vitamin tartó, hogy a gyümölcsfagy esetében, ugye mi egy hideg eljárással kész, azért többnyire kevésbé benne van a vitamin. Így van, és nagyon fontos az, hogy nyilván többféle módon lehet gyümölcsfagylatot készíteni, de mi általában a vizes bázist preferáljuk, ezáltal ugye a tejérzékenyek, laktóz, tejcukor érzékenyek is fogyaszthatják, így van. Az milyen érdekes, hogy régen tényleg lezavart anyád egy gombos pisztáciáért, és ma már ez tudomány lett, nem? Szóval ilyen fagyi, olyan alap, tehát hova fejlődik a gasztronómia, elképesztő, nem? Egyen Janikám, csoki fagyi, ettél csoki fagyi, annak ide voltál. A mosogatás volt a lecsengés, most meg. 250-ért megvettél egy gombócot, és tényleg most olyan fagyi vannak már, hogy... Igen, csak időben, amikor Janit leküldte az anyukája csoki fagyi, nagyon nem volt csokoládése. Azért küldték le, mert tudták, hogy nem találja meg, visszajött az... Na, mi a ez következő? Ez madártejfagyi. Madártejfagyi, mondja a Feri, Janik kóstolja egy gyorsan. Mi az, hogy határeset, ne szórakozzál. De próbáld az összetevőket, hogy mi lehet madár benne. Madártej. Igen, hát ez egy vaníliafagyla. Na, vanília, madártej. Vanília fagyla. Nincs benne madártej? Tojássárga, a vanília rúd, az van benne gyakorlatilag, igen. Aha, érzel-e még valamit benne? Jani, te is kóstolnánk?
Jó, mikor Jani mindegyik fagyit úgy eszi, hogy kicsit vizionálja Viki melleit. A tej testvére. Ez a Viki ízű. Érezted a tejet? Én nem tudom, melyikben van. Nem érzed? Hunt be a szemed, gyere. Viki. Jani, érzed a tejet? Értem már, hogy miért akartál második gyereket. Ebben van. Ebben van. Ünnepi pillanat. Ebben van az anyatej. Megisszuk ennél minden csepét. Bármikor meglátjátok Noel nevezett a gyermekemet, pacsizzatok vele, és mondjátok, hogy gyere a papához, tejtestvérek vagyunk. Az orromba is, hogy tök állandóan dugul. Ebben kevertétek kicsit? Nálam, ebben raktatok? Azért volt ez a kis finom édessége benne, a plusz. Gyerekek, én naturba kóstoltam egyébként, nem hülyék a gyerekek, hogy szeretik. Ugye, nem, hogy nincs rossz íze. Jó, már tudtam egyébként, hogy éreztem, hogy a sírás folytogat, előtt mindig felsír. És azt akartam, hogy jól vesznek. Na, mi van, még egy utolsót még nézzünk. Jó, mi van nálad, Feri? Mák. Most ugye elárulta a Feri, amelyik rögtön abból akarnék enni. Én imádom a Mák. Na, jó. Szegény hallgatók csak a csámcsogást hallják, és vizionálják, hogy milyen ízeket érezhetünk. Hozzáteszem, hogy a Balázsra egy kicsit izgultunk, hogy ki fogjátok-e találni az ízeket, mert ha nem, akkor mi lettünk akkor volna. Igen, baj van. De nem vagyunk rosszak, tehát egy alapfagyi felhasználókhoz képest nem vagyunk rosszak, úgyhogy egyikünk se látta a listát, teljesen tudatosan nem néztük meg. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezt nem találom ki, de most komolyan, mert hogy itt ebben lesz valami csalafintoság, nekem ez szeder csokival. Szeder csokival. Közel vagyunk, gyakorlatilag ez egy éjcsokis fekete ribizli. Ez még egészen a racionalitás talaján maradtatok ezekkel nem a fagyikkal. Tehát nincs ilyen cacikit? Nincs nagyon elborulva de akkor ez a dolog nincs, most. Nincs egyébként. Mák. Balázs? Na, ez egyforma most? Nem, egészen. Már ez az utolsó, ez... Nagyon kínáljátok, ez gyanús, ebbe apatej van, srácok, vagy ebbe mit tettetek, mert nagyon-nagyon furi. Ez megy. Cseresznye? Nem. Paradicsom. Ezt te csak folyékony formában ismered, Feri. Már jobb is az íze. Ez neked túl szirán. Várjál, most megkóstolom. Becsukom a szemem, és hosszú végtelen mezőket látok magam előtt, amiket tálib katonák őriznek általán egy veltesekkel. Érzem a kis ópium illatot. Ez mák. És ez mi volt? Ez a nagyon, nagyon gyümölcsös. Levendulás, epres, limonádé. Levendulás, epres, limonádé. Feri, megkóstolta. Én már megkóstolta. A csokit nézzük már. Jó. Meg. Az végre rendes. Én ezeket életemben nem vettem. Utolsó, aztán zárnunk kell a dolgot. Nem, sajnos még egy kört kell csinálni. Egy 11-ig csináljátok. Akkor ilyen cacik is nagyon elborult, akkor ti nem is csináltok, tehát ezekből mi akkor nem. Meg a hagyományos. Hát néha azért becsempészünk egyet-kettőt kell. Na, ez fagyi. Na, mit kaptál? Ez fagyi. Csoki? Csoki, de olyan, hogy megőrülsz. Mi van benne, Balázs? Ez micsoda? Ez egy csokoládé fagyi. Ez csokoládé fagyi. Gyerekek, nekem ez nagyon exkluzív. És semmi. Egy zöld műanyag kaláta. Ez tényleg az a csokoládé fagylat, amelyik látott csokoládét is. Bármilyen fura, de... Azt például, hogy csalják el, na segítsetek. Tehát ha például egy cukrász, vagy nem magát cukrásznak mondom, mert nem akarja belerakni a csokoládét. Ételszínezékkel megszínezi, de nem tesz bele. Hát alapfelvetés nekem, hogy mint vásárló, nyilván látott csokit, nem alapfelvetés. Nem igazából, szerintem kakó fagylatból nyilván többet fogyasztanak azért a hallgatók, mint csokoládé fagylatból. Tehát kisporolják belőle a valódi csoki. Jó, de várja, ha ez egy új kreáció náluk, akkor úgy kellett volna feltenned a kérdést, hogy csaltátok el korábban, hogy most? Ne, ők nem olyan. Én itt fölfőző gyakorlatilag kakóbalja, kakómaszával és egy csokoládét rakunk bele. Ez viszont annyira levendulás, hogy el kellene felejteni a levendulás szappanokat, amikkel az ember mosakodott hosszú éveken keresztül, ezzel meg amiket az anyja rakott be a szekrénybe, hogy illatosak legyenek a igen, alapvetően ugye ezekkel azért óvatosak az emberek, akár rózsával, ibolyával, levendulával, mindenki rögtön a szappanra, a ruha illatosítóra, meg ilyenekre gondol. És ugye hát mi azért ezt nyilván fűszerként használjuk a fagyban. Na, drága hallgatók, csak mondjuk, hogy higgyetek el, nekünk se könnyű. Anyád, de jól laktam. Szóval higgyetek el, azért ez egy nagyon nehéz hivatás ám ez a rádiós műsorvezetés, nyeljétek le szépen a nyálatokat. Jó? Menjetek már el. Nagyon nehezen gyűröm le ezt a pisztáciát én is. Menjetek el reggelizni, mi az ízeket megpróbáltuk átadni, tehát ez egy hálátlan dolog nektek, szegényeknek, de veletek vagyunk, értetek, kóstoltuk végig az egészet, és mondtuk el, hogy tessék törekedni a minőségre, jó fagyikat venni, és jó helyekre menni. Ádám, Balázs, nektek nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hogy itt voltatok. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Három oroszlán szökött meg az Ötvös Vándor cirkuszból. Senki se tudja, hogy mi történt, megy a találgatás, és
Hát ezek az oroszlánok megszöktek. Ez miért ezoterikus? Az oroszlán csillagjegy miatt? Lehet, az oroszlán csillagjegy miatt. Kettő, meg kellene fejtenünk, hogy mégis ez hogy történetet. Hogy a francba szöknek meg cirkuszból oroszlánok, úgy egyébként, hogy a szabadidőpark mellett van egy lakópark, egy nyugdíjas otthon, egy szakközépiskola és egy kollégium, és elvileg oda is bejuthattak volna. Az oroszlánok végül egyébként mindhárom állat meglett, az egyik szerencsésen etetésre hazatért. Na, ez rendes! Ez aranyos szenzációs. Nem boldogult a nyugdíjas otthon hátsó kapujával. Vagy a nyugdíjasokkal. Igen, szenzációs híreket lehet olvasni egyébként, hogy mi történt. Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre május 10-én 16 óra 7 perckor arról, hogy a Benkó Zoltán szabadidőközpont zárt, zárójelben vízműdomb területén az ott állomásozó cirkusz által közül két oroszlán ismeretlen körülmények között elszabadult. Aha. Na most ugye nem csak kettő, hanem a harmadik is. A rendőrök megkezdték a szabadidőközpont kiürítését, és engedélyt kértek altató lövedék kilövésére alkalmas fegyver használatára. Amivel egyébként... Az őrjöngő tulajdonos miatt. Az összehangolt munka eredményeként 16 óra 34 perckor a másik vadállatot sikerült bezárni, majd egyértelműen megállapítottak, miután számoltak, hogy több oroszlán nincs szabadon. Hát azért... Ehhez mondjuk tudni kell az alapszámot. Ez bizony, ugye? Ez így van. Igen, igen. Ha nincs meg három, akkor három. Na most engem egyébként az se nyugtatott volna meg, ha a környéken élek, hogyha mondjuk nem három, hanem csak kettő szabadul ki. Sőt, még az egynél is azért lettek volna kétségei. Érted? Az ember sok dologgal nem játszik, például mit tudom, a medvével, Brüsszellel, illetve az oroszlánokkal sem, szerintem. Úgyhogy ez vicces is, meg nem is. Igen, a fotó zseniális, olvasó riportere egy bulvárlapnak lekapta, amikor az egyik oroszlán egy tisztóra vetette magát, mert hogy ebben a parkban egyébként kamionok, autók áldogálnak, és az állatok ugye szabadon járkálhatnak, de hát olyan állatok, mint olyan varacskos disznó, meg póniló. Na most a fotón éppen az történik, hogy az egyik oroszlán ráveti magát a gyanútlanul legelésző varacskos disznóra, miközben egyébként 30 méterrel mögötte egy gyerek és két felnőtt áldogál egy autónál. Az, ugye? Tehát hogy azért egyébként isteni szerencse, hogy semmi komolyabb nem történt. Most én nem tudom, hogy hágni akar az oroszlán, ne, párosodni. Vagy... fel, Istenem, röfi. Évek óta nem találkoztunk rá, csak választottak el minket egymástól. Kisbarátom, hadd öleljelek meg, de az oroszlán éppen ráveti magát a varacskos disznóra. Tehát azért ez komoly. Totál pánik egyébként, de a kedves figyelmeteket felhívnám a két pónilóra, akik mintha azt mondanak egymásnak, hogy ezért a húzumány ne hallott. Vidáman elgaloppoznak jobbra. Elmennek itt egy másik irányba. Hát azért figyelj. Na jó, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet. Hogy mielőtt felhívjuk az észlelés. Az észlelés, hogy történhetett az, hogy jött a gondozó, egyszer csak azt mondta, hogy Gazsi, baj van, nincsenek meg az aranyszűrűek. Tehát, hogy mit mond? Baj van, hú, de nagy baj van. Volt egy megvilágosodott majom, aki egyébként szintén szabadon volt, körbenézett és azt mondta, most nem figyelnek az oroszlánra, gyertek kis pajtásaim. Oda ment az oroszlán ketrecet és kinyitotta egy nagy, hatalmas, nagy tolvaj kulcsal az oroszlán ketrecet. Vagy szabotás történt, és belülről egy dolgozó azt mondta, hogy nem kaptam fizetésemelést. Na jó, akkor ezt nektek, uh-huh. És kiszabadított az oroszlánokat. Szóval te rögtön az okokat nézed. Én próbálom megfejteni. Magától az észleléstől kezdjük. Nézzük meg. Jön neki röge, egy-egy kávéval a kezükben. A gondozók? Az alkalmazott, igen, mondjuk az egyik gondozó, meg az mondjuk idomár. A cirkusz igazgató vagy az idomár. És akkor azt mondja neki, hogy Lajos, elkapod a rohadt nyavaját, szerintem a halálforgás most nem nagyon fog neki menni maga este. Hallod, ki kéne találni a hey, halál, az oroszlánok. És mindenképpen volt velük egy törpe. Így. Ott már mellettük kacsajárásban egy törpe, és azt mondták, hogy igen, tehát hogy hé, Gazsi. Eltűntek az oroszlánok. Ez lett az első felfedezés. Az oroszlán vajon rájött, hogy valaki kulcsot hagyott a zárban, kinyúlt és a kispancsával kinyitotta, vagy lehet egy okos majom, aki kiszabadította az oroszlánt, és azt mondta, gyertek kis barátaim. Nem lehet? Egy okos majom, ilyen török agának költözve, ilyen kis izébe, egy bojtosik, és egy kis piros mellénykében. Egy kis flitteres mellénykében. Bent ült a három oroszlán a ketrecben, jött a majom kacsajárásban. Jött a majom kacsajárásban piros pelenkával, egy cilinderrel a fején. És mit mondtak erre az oroszlánok? A majom értette, hogy mit mondanak az oroszlánok, ellopta a kulcsot, berakta az árba, és kiszabadította, kvázi rászabadította Kecskemétre a három aranyszőrűt. Igen, nem és amikor a három oroszlán így kiszaladt, és igen? Örülni kezdett a szabadságnak, akkor a majom is elkezdett felörülni.
satúr. Ez nagyon jó hozott. Benne ült egyébként a törpe, a két állatgondozó, és mondták, hogy csicsis már le azt a majmort, mi rá. Adjál már neki enni. Nézd már meg, mi bajom én a Ricsinek. Este még felépésünk van, nyugtass már a majmort. Történt így. Hogy gondolkoztak az oroszlánok? Kidugták a mancsukat, rájöttek, hogy szabadok, az egyik oroszlán azt mondta, na végre elmegyek meg, hágom a disznót. Először kirakta a mancsát, és akkor nem... Rájött, hogy szabad. Valaki nem vett rá egy hatalmasat, egy ostorra, rájött, hogy ez bizony a szabadság. Mégis kiszabadított a majom, nem csak ígérte, ugye? Egyébként döbbenet, mert hogy... Én hova mentek? Elmegyünk itt a nyugdíjasodóban, szerintem levadászunk egy-két tatát meg babát. Hát te, én meg, elmegyek, elkapom röfin. Évek óta kívánom a farát. Olyan szemtelen ez a malac, te évek óta tudja, hogy be vagyok zárva, úgy elkapom, hogy csillagokat lát. A kis kunkori falka alatt megkeresem ám a két barlangot. És egyébként pont ezt látjuk a fotón is. A fotó azért zseniális, mert áll bent egy merci, áll bent egy kamion, sátrak vannak, emberek sétálnak a parkban, miközben tényleg természetfilmekben látsz ilyet. Tehát a National Geographic promója az az, hogy éppen egy oroszlán így ugrik rá hátulról egy varacskos disznóra. Mit gondolt a disznó? Nem, mit gondolt a három sétáló? Hogy ez, a három ez... sétáló még nem látja szerintem, mert a kamion eltakarja. Ugye megvizsgáltuk már az oroszlánok szemszögét, a majom szemszögét, a törpe artista szemszögét. Egyszer csak te ott legelgetsz egyébként 20 éve nyugodtan, és egy oroszlán disznó hátulról rád veti magát, hogy párosodjon. Azért azt se tudod hirtelen hova tenni, hát nem? Hát vagy pedig az volt, hogy végre Leo. Vagy ennyi év után. Hát vagy igen, vagy gondolta, hogy hát eddig aranyos volt enni adott, ez fura, eddig ezt nem akarta, gondolta a gondozójára. Igen. Etetett iratott jó gazdám volt, eddig ezt nem akarta. Ez az, Szimba, adjál még nekem. Na, szóval, hogy mi van, ha ezek tényleg elszabadulnak, hát, és megesznek valakit a nyugdíjasokomból? Az nem vicces. Az nem vicces. Hát ott akkor vissza kell adni egy árát. Ugye? Tehát nyugdíjas otthon, mi kollégium. Hogy a fenébe szabadulnak ezek tényleg? Szakközépiskola és lakópark. És hogy lehet, hogy még ezt a képet, a disznót és az oroszlánt még nem nevezték be az év természetfotója egyébként pályázatra? Tényleg. Gondolod, amikor sétálsz a gyerekeddel a lakóparkban, és azt mondod, anya, itt egy oroszlán, jaj, kicsi, anya, itt egy oroszlán, jaj, kicsi, jaj, fogd meg a szajtot, és ott van egy oroszlán. De dug egy malacot. Ja, kicsim, a szádra csapunk. Ha beszélek apáddal, már megint mit nézeted veled este, ugye? Na hívjuk föl akkor a cirkusz igazgatóját, mondja el nekünk, hogy tényleg hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán, nem? Hát azért ez nem egy megszokott dolog. Egy-kettőben voltak, vagy három külön. Tehát lehet, hogy csak egy oroszlán szabadult, és kiszabadította a másik kettőt. Így az van. Is lehet egyébként. Aha. Ja, mert igen. Ha ő szabad, akkor te is. Ja, nem, itt gólya viszi a fiat, és így átdobták a harmadikat a kerítésre. Ja. Hogy fogod be egyébként? Kilöved automatikusan? Kábító lövedék? Vagy oda jössz, hogy Szöp. Aha, ez az oroszlán, erre jön. Ostorral? Vagy egy égő hullahopkarikával? Vagy hozol egy úszkár cilinderben? Szerintem az égő hullahopkarikával lehet csalogatni, mert ahogy meglátják, arra futnak és átugranak rajta. És akkor úgy a kell csinálni, hogy a ketrecnek tartani. Az ajtajába kell berakni, és beugranak a ketrecbe. Zseni vagy. És akkor... Basszus, megint bedöltünk neki. Ezek a rohadt reflexek. Gondolod, hogy 15 évig be vagy zárva, és ez csak ott van minden előtted, nem? Hát azért, mondjuk az egyik oroszlán tényleg keresőd, ő hazajött etetésre. Tehát ő azt mondta, hogy tetszett a nyugdíjas otthon, jó alakópark, kaját kapok, hazamegyek. Nem, nekem ez nem kell. Nem kell, ami kint van. Jó, hát őt kifárasztotta az, ami Röfivel történt, érte? A szerelem. Mi a fenét csinálsz ott, vagy találkozol egy oroszlánnal? Magad mögé rakod a gyereket, nem? Magam mögé, miért mögé? Elém. Jó, már neked nagy hit akar. Szaladj! Igen, ne arra, ott nem látnak. Figyeljetek, engem egyetlen dolog aggaszt nagyon ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy vajon mi lehetett Ricsi majom büntetése. Hogy mit csináltak szegény majommal egyébként. Szegény majommal. Igen. Na, itt van már a vonalban a cirkusz igazgatója. Megkérdezzük, hogy mi történt. Ötvös Lóránt, az Ötvös cirkusz igazgatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Találkoztunk mi már kitelepülésen, ugye? Így van. Tavaly előtt Balatonfüreden volt. Lehet, hogy ez az az oroszlán, amit akkor odahoztál. Csak megnőtt. Ez másik nem, oroszlán. Ez teljesen másik produkció, igen. Jaj, hát mi itt humorizálunk, de hogy a fenébe szabadul ki három oroszlán? Igazából nem három oroszlán volt, csak kettő, nem tudom, honnan találták ki a harmadik oroszlán, tehát két oroszlán szabadult el. A harmadik hóleopárd volt. Nem, hogy szabadult tigris. El, azt igazából mi sem tudjuk, erre még nem jött rá senki, mert a ketrec ajtajai be voltak zárva.
És az az érdekes az egészben, hogy a ketrezben 4 oroszlán volt, és csak 2 ment ki, tehát ezt mi sem tudjuk, hogy kerültek ki. És amikor összedereltétek őket, 5 lett. Nem, igazából nem volt tulajdonképpen olyan hatalmas veszélyben senki, mert ezek az oroszlánok azért készhez szoktak, ott nevelkedtek az idomáriaikkal, kicsikorukban náluk aludtak, és nem valószínű, hogy embere veszélyesek lettek volna, ráadásul az idomár viszonylag hamar be is fogta, egy parajcóra megállt és rátette a pórászt a nyakára, tehát hamar elfogták őket. Az már más kérdés, hogy egy picit tovább tartott megnyugtatni őket, főleg amikor a szirénázó rendőrautók megérkeztek, akkor egy kicsit ingerült, idegessé váltak, de profi módon az idomárok urai voltak a helyzetnek, és ott teljesen a protokoll szerint jártak el. Nem lehet tényleg, hogy a majom öntudatára ébredt, ellopta a kulcsot, és azt mondta, hogy akkor hajrá, gyertek, egy kis cilinderben vagy. Nem valószínű, mert majom nincs a cirkusnál, tehát nem lehetséges. Ez viszont tényleg felvet egy kérdés, hogy kerültek ki. Mivel vannak bezárva, egy lakattal? Klasszikus lakat, kulcs, vagy... Igen, az az igazság, hogy úgy van, hogy van egy kocsi, egy ilyen lakókocsiszerűség, amiket veszek, van átalakítva, az az ő tulajdonképpeni házuk, ahol az éjszakákat, meg az utazásokat töltik, és akkor van előtte egy ilyen kitelepített külső ketrec, egy ilyen kifutónak nevezett ketrec, ami több méter hosszú, és ez tulajdonképpen olyan, mint a családi háznak az udvara, ahol általában napközben szoktak tartózkodni, és ebből a ketrecből menekültek ki. Na már most az éjszakára lesz. Hát akkor valaki kiengedte őket, nem? Lakattal szokott lezárva lenni éjszaka, viszont nappal nem teszik rá a lakatot, mert általában úgyis mindig ott van valaki a családból, aki felügye rá, tudja az idomárnak a családjából, gondolom. Na már most az érdekes az egészben, hogy abban a pillanatban, amikor ez történt, akkor pont a cirkusz elején is voltunk az idomárokkal együtt, mert egy előző kutyaharapásos ügyben ott beszélgettünk az állatmen helyjel, és akkor történt ez a ricsaj, hogy ott valami történt, és rohant mindenki oda, mi is velük együtt. És hát tulajdonképpen, amit mondtatok, a disznó támadás, azt nem kell ilyen drámaian felfogni, megtámadta, mert igazából ezzel a disznóval együtt nőtt fel az oroszlán kicsikora óta. Akkor a tompora. Ahogy annak idején régen játszott vele, ráugrott, mert igazából, ha meg akarta volna ölni, akkor szerintem meg is ölte volna, nem állította volna meg ember, isten, senki, és ráadásul az oroszlán ugye torokra megy, nem hátra. Na mindegy, ezt nem... Hát kérdés, milyen célja, ugye? Hát embernél torokra, disznónál hátra. Nem lehet, hogy a disznó engedte ki az oroszlánt, hogy ne csak rácson keresztül csinálják. Végre legyen már valami izgalmas. Meg hát egyébként tudjuk, hogy van oroszlán tigrisből liger, akkor most ez lesz egy szép dilon. Igen, a keresztezésből. Ez ilyen még nem volt, az biztos. Azt írja valaki, a kézből lesznek, utána a lábadból is, igen. Tehát. Mi lett volna, ott bemegy valamelyik a nyugdíjas otthonba, vagy az öreg otthonába, vagy a kórházba, vagy a kollégiumba? Hát ez egy hajszálon múlt, nyilván nem túl dramatizálva a dolgot, de azért ott lehet, hogy valakit megkajáltak volna, nem? Vagy nem jellemző? Hát természetesen az ember, ha belegondol, ez az első dolog, ami eszébe jut, de mi a cirkusznál tudjuk, hogy ez nem valószínű megtörtént volna, mert ugye ezek az állatok azért állandóan fogságban vannak, és a hirtelen szabadság nekik is meglepő volt, és szerintem ők jobban megijedtek, mint bárki, akivel esetleg találkozhattak volna. De mondom, hogy egy pillanat alatt nem sokára rá, amikor odaérkeztünk, már be is fogták őket, és szépen lefeküdtek, és csak remegve néztek körbe, hogy most mi történt. Nekik is fura volt a helyzet, ugye hát nincsenek ahhoz szokva, hogy mint a szavannai társaik, hogy rohangálnak. Mármint kint a szabadon is, ez nekik nagyon fura volt. Sokkolta őket az élmény, hogy ennyi kaját még egyszerre nem láttak. Egyszer nem tudtak vele mit kezdeni. Igen. Van nevük ezeknek az oroszlánoknak? Hívjátok őket nyilvánvalahogy. Méri és Rose voltak ketten, akiket elfogtak. Na, hát ha legközelebb elszabadulnak valahol, akkor legalább tudjuk. Méri! Csak viccetünk. Az érdekesség az, hogy két különböző irányba rohantak el, és ugye két idomár hölgy rögtön befogta őket. Az egyiket rögtön pórázzal vetette a hölgy, és akkor a pórázzal együtt szépen hússal csalogatva visszavitte a ketrecébe. A másikat pedig ugye az egy kicsit távolabbra került, azt meg rögtön, amikor elfogta a hölgy, hát elfogta, tulajdonképpen rászólt és megállt az oroszlán, arra is rátette ugyanúgy a pórász, és akkor annál meg a protokoll szerint úgy jártunk el, hogy ketreceket vittünk köré, és körbefogtuk a ketrecekkel, és akkor építettünk egy ilyen rögtönzött ketrecet, és akkor a teherautóval oda mentünk, és akkor oda beszállítottuk. A kicsit távolabban, mit értesz, sűri sápolt? Nem, azért nem. Ugye a cirkuszon belül történt minden, és ugye ráadásul egy lekerített területről van szó, tehát igazából nem állt fel annak a veszély, hogy esetleg elcsatangol és elmegy egészen Békés Csabáig. De szerencsére nem történt semmi probléma. Hát most ugye én azt mondom, hogy ahogy az idomárok mondják, hogy nem volt veszélyben senki,
Természetesen a laikus földi halandot, aki esetleg arra ment volna, és meglátott volna egy oroszlán, biztos nem ez jutott volna elsősorban eszébe. Igen. De az az igazság. Ahogy írja egy hallgató, anya, hágnak az oroszlánok, ne nézz oda, jó, de már fájt. Ha annyira akartak volna kárt okozni, akkor biztos elrohantak volna, nem állt volna meg, amikor szidom már rászól, nem ment volna, és akkor gyilkolt volna. Tehát igazából nem ilyen vérengző feladat ezek. Figyelj, most a főemlősök vannak a cirkuszban, vagy esetleg olyan alkalmazott, akinek tartozol fizetéssel? Vagy? Nem, szerencsére ilyen nincsen. Épp ezért nem is igazán tudjuk, hogy ez hogy történhetett, ez még ki kell nekünk is vizsgálni, hogy valószínűleg mi lehetett a probléma. Az biztos, hogy a ketrezt nem hibásodott, tehát nem nyílt ki. Egy 4 méter magas ketrezről van szó, tehát igazából nem tudom, hogy esetleg fölmentek és valahol fölugrottak ki, de hát akkor sérülni kellett volna, mert 4 méter magasból leugrik egy ilyen 300 kilós oroszlán, azért megütötte volna magát, de tény, hogy valahogy kimentek, azt nem tudjuk mi se, hogy hogyan. Az, hogy esetleg egy külső szemlélődő valaki kinyitotta volna az ajtót, és úgy kiengedte volna, elképzelhető ez is, de hát ezt most én nem tudom állítani, mert nem láttam, meg igazából senki nem láttam, mert abban a pillanatban pont elől tartózkodtunk. Kérdezi egy hallgató, hogy szerinted a zebránál megállt volna? Nem tudom, igazából ezeket az állatokat azért is ismerik, mert ezek az állatok, az oroszlánok, meg az egzotikus állatok is egy tulajdonban vannak, tehát egy család lép fel velük a porondon, és ezek mindig együtt szoktak tartózkodni, tehát ők ismerik ezeket. Figyelj, játszunk egy kis kalambót. Amikor visszavittétek őket, zárva volt az ajtó? Igen. Ez az érdekes. Meg az is érdekes, ugye? Hogy hát itt ez a fontos. Oroszlán, hogy zárva? Be volt csukva az ajtó, igen. Aha. Lukon nem jöhetett ki? Nem, mert nem volt luk. Nincs. Azt megnéztük. Aha. És ugye a másik két oroszlán meg bent tartózkodott, akkor azok miért nem jöttek ki? Tehát én nem tudom ezt. Igazából ezt mi se tudjuk. Hát itt van még egy magyarázat. UFO. Lehet, a szentesi UFO. Az. Akkor hallgattál minket, igen. A szentesi UFO. Na jó, van, nem történt baj. Hála van nálatok úszkár cilinderben? Úszkár cilinderben nincs, de vannak több kutyák, igen, és 70 fajta állat van tulajdonképpen, elég sok. Plusz-minusz 2-3. Munka van velük. Igen, mikor vagy. Éppen ahogy sikerül. Na jó van. Lórát, köszi, jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra. Én és az köszönöm. Állatokra. És ránk. Ciao. Jó, rendben. Hello. Szia, beszélgettünk a cirkusz igazgatójával, hello. Igen. Jó, hát nyilván az emberi civilként ennek nagyobb feneket kerít, mint ők, akik 20 évben élnek. Meg az elkerített területről nem kerültek ki az állatok, és ez a legfontosabb. Nem lehet, hogy nyugdíjas otthonban valaki. Megtréfálta a cirkuszt. Tehát a kosztot haragudva. Most megzabárdadom a Marikát. Rántott leves. Megold a kockát. Csoki szószal rohadjatok meg. És kiengedt az oroszlánokat. Szabadítom az oroszlánokat. És azt mondta, hogy na jó, eddig. És nem tovább, igen. Ötötször ebben a hónapban. Ha már a Józsi nem akar megcsinálni. Hát, ha majd a Szimba. A fűtőt is állandóan unszolni kell. Van nálam 1,5 kiló véres felsár, bemegyek az oroszlánok közé. Hol az olvasó szemüvegem? Merre nyílik ez a szar? Simán gyerekek, gyártsunk összeesküvés elméleteket, egy nyugdíjas otthon nekem gyanús. Ott valaki berágott a kosztra. Ebben biztos vagyok. Tehát itt csak úgy magától nem hopponálnak ki ezek, csak nem jönnek át, nem ülnek seprűre azért, nem? Tehát azért ezek nagy rejtélyek. Nem kérdezzük meg, hogy az oroszlánoknak kacsázó volt. Igen. Kacsázó volt az oroszlánok járása? Ugye? Hát, nem, és ideg volt a kezük. És ideg volt a kezük, ugye? Ez a két téma ma valahogy fura módon, de összecseng. Hát bizony, én nem csodálkoznék rajta, hogyha az esti híradóban már ott lenne a hír. A nyomok a derűs alkony otthonba vesz. Igen, egyetlen ja, csak nehogy így hívják őket. Egyetlen szemtanúja van az esetnek, Aranyi László, aki ott a helyszínen. Egyszerre volt szentesen a 8. tanítani, és ott. És ott volt, igen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.